Sziasztok, én Ádám vagyok, és elérkeztünk a Sims 4 élet az állatokkal sorozatunknak a következő részéhez. Ugye az előző részben hát megbetegedett a kutyánk, és kapott egy ilyen burkot a feje köré, vagy nem tudom, hogy hívják ezt. Biztos van valami szakszerű elnevezése, nem tudom, hogy mi az. És ugye azt ígértem az előző rész végén, hogy következő részben az állatorvosi rendelőt fogjuk építeni. Így is tettem volna, csak bejött a Positivity Challenge, és ezért ezt a videót inkább erre szentelném. Mondjuk még van belőle 16 nap és 15 óra, szóval mire kikerül ez a videó, még ti is bőven meg tudjátok csinálni. De ugye az új update-tal, vagyis hát nem tudom, hogy ez update-nak számít, minden esetre bejött ez a Positivity Challenge, szóval ezt fogjuk most megcsinálni. És hát itt ad egyébként egy leírás róla, szóval 4 ilyen posztert kell keresnünk, igazából ez a lényege. Én egyébként már kipróbáltam, hogy ez jól működik-e, mert ugye minden háztartásban lehet ezt csinálni, és az egyikben már elkezdtem, viszont még nem tudom, hogy pontosan mik kellenek hozzá. Azt tudom, hogy hogy kell elkezdeni, belekezdeni, viszont a többi már nekem is újdonság lesz. Szóval, az első lépés az lesz, hogy a telefonon fel kell hívni őt. Őt kell ide áthívni, és akkor tőle fogunk kapni további információkat. Igen, és már itt is van. És akkor vele kell beszélgetni. Így itt tudjuk megkérdezni, hogy pontosan mi is ez. Ezt gyorsan megmutatom nektek. Bár igazából szerintem olyan sok fontos információ nincsen benne. Mondjuk itt ad róla egy leírást. És akkor itt lehet kérni a feladatokat, a challenge-eket, ugye, hívásokat. És itt már kapunk is egy ilyen dobozt. Ezt az előzőben én nem kaptam meg. Na mindegy, azt hiszem, hogy majd a végén ebből kell kivenni a jutalmakat, hogyha megcsináltuk a challenge-eket. Azt hiszem, ez így van. Jó, és akkor... most ez mennyi állatismerősöm van? Hát igen, amikor még a kóborkutyás cuccben volt, ugye ezt már azóta kiszedtem, akkor került ez még ide. Jó, és akkor... hol vannak az első feladatok? Azt hiszem, ki kell választani egy új életcélt neki, de mindjárt megnézem, mert ebben nem vagyok biztos. További, valami... Aha, itt van, itt van. Jó, és akkor ezt kell itt kiválasztani addig. És akkor így tudjuk megcsinálni. Jó. Akkor most ezt ki van választva, és akkor így térenként, úgymond, kell csinálnunk. És először is egy jó tettet kell végrehajtanunk, illetve találkozunk el egy új színmel. Én ezt az előző alkalommal, mármint hogy a videón kívül, úgy csináltam, hogy elmentem egy parkba, és szerintem talán az a leg... hatékonyabb. Szóval most is így teszek. Viszont a kutyának valami baj van, nem tudom, mi a probléma. Hát meg kéne kérdezni tőle. Nos, mi a probléma? Ó, közben kapom a pénzt itt szépen. Már van 4000 szimoleonunk. Na, akkor viszont legalább majd tudunk a következő részben most már tényleg építeni egy állatorvosi rendelőt. Viszont most akkor elutazok egy parkba. Azt mondja, hogy itt kell travel. És vigyem az állatokat. Legyen, vigyük az állatokat. Úgy. És akkor már utazunk is. Szépen tölt a játék. Na most melyik parkba kéne? Itt azt hiszem annyira nincsen park. Vagy van park? Hát nem igazán. Nem igazán. Itt van park, meg itt is van park. Szerintem most menjünk ide. Legyen ez. Oké, és akkor eljövünk a parkba, ott azért eléggé sok ember szokott lenni. És akkor majd ott tudunk. Közben már találkozott egy új színmel, oké. És akkor egy jó tettet kell végrehajtani. Na, akkor nézzük. Először gondolom, én be kell mutatkozni, vagy úgy tudom. Jó, és akkor itt lehet mindenféle jó tettet végrehajtani. Aha, még nem. Elvileg lesz egy ilyen, ami külön jelez is. Párat megmutatok, mert az majd eléggé hosszú idő lesz. Mert az első tierben még csak egyet kell, de aztán majd lesz olyan, amikor ötöt is, azt hiszem. Most hova tűnt?
Ne menj el! Jó, akkor keresünk egy másik emberkét. Egy pont vele beszélgettünk az előbb is. Nem tudom, kérdezzünk még róla pár dolgot, és aztán remélem meg fog jelenni. Na. Akkor most lehet, hogy az elején egy kicsikét feljebb kell vinni a kapcsolatot, és akkor utána tudunk majd ilyeneket. Egy jó tettet. Nem igazán látok ilyet. Elvileg külön jeleznie is kellene majd. Hajrá, talán ez után? Na, valami? Ez így vicces lesz. Elvileg olyanoknak kell volna majd kijönni, hogy meséljen neki egy vicces történetet, mert ezt ugye még nem számítja bele a jó tettnek. Nem tudom most mi van. Az előzőben könnyebben ment. Szóval külön már megcsináltam az első kettő tiert, és ott könnyebben ment, szóval ott ilyenkor már bőven dobáltak. De most valamiért nem. Lehet, hogy azért, mert nem egy új ember kell, hanem őt már régebb óta ismerem. Próbáljuk csak meg egy másikkal? Oké, vele lehet valamit. Itt van, Telefán Story. Szóval meséljen neki egy vicces történetet, jó? És ott van még egy. A Brighton Day. Igen, itt már 5 jó tetted kell. Szóval ez egy ilyen hosszabb idő lesz, de valószínűleg bele fogok vágni, mert nem akarom, hogy nagyon unalmas legyen. Viszont már meg is van az első. Ne menj el! Állj! Nem érjük már utol? Jó, akkor adjuk. Akkor egy másik emberke. Ő? Jó, vele még lehet. Most miért mész el tőle? Úgy. Hát igen, ez ilyen, hogy ezeket kell csinálni, de aztán majd szerintem lesz ennél izgalmasabb is. Mondjuk a tier 4-ben kíváncsi vagyok, hogy mi lehet, mert az ugye már az utolsó. Barátságosak kéne még vele lenni, és akkor hát ha tudunk vele még valamit csinálni. De lehetséges, hogy egy emberrel csak kettőt. Ú, és mosdóba is el kell mennie. Na várjunk, itt elvileg tudunk építeni. Igen, végtelen pénzünk van, jó, akkor viszont, nyugisátok, ezt majd lebontom. Viszont csinálok ide gyorsan egy mosdót. Úgy. Egy ajtó. Tessék. Aztán mi kell még neki? Egy ágy. Kicsit érdekes lesz, de nem baj. Akkor a legjobb ágyat veszem. Úgy. Mi kell még? Ugye ennyi. WC-t azt nem vettem. Mosdót igen, WC-t nem. Gyönyörű. Akkor még kap egy ilyet is. Ebből is a legjobbat kapja természetesen. Jó. És akkor ezt majd természetesen lebontom, azért nem akarom, hogy ilyen maradjon a park. Alvás. Egyébként mosdó nincsen ebben a parkban? Ja, de van. Ó, hát akkor ezt minek csináltam? Szabad égig alatt van alvás. Az állatok egyébként rendben vannak. Jaj, mi van, bogyó? Nehogy elszök. Egyébként most úgyis este van, szóval most jóval kevesebb ember jár a parkba, ezt ugye lehet is látni, hogy ott van egyetlen ember. Viszont oda jött hozzánk, jó, akkor üdvözöljük. Tudunk vele valamit kezdeni? Nem igazán. Pedig jó lenne. Telefon Szoli, oké. Hogy állunk egyébként? Még 2 darabot kell, most már csak egyet. Nem tudunk veled még valamit, gyere vissza! Jó, akkor egy másik alany. Nem lehet vele semmi se. Pedig jó lenne. Na, valami? De csináld már! Jó, akkor legyünk vele barátságosak. És akkor talán utána meg tudja lenni. Nem, még mindig nem. Már csak egyet kéne, és akkor már meg lenne a tier 2. Nem, még nem elérhető. Jó, akkor viszont lehet, hogy még egy kicsit várni kell. Mert ugye hajnali 4 óra van, ott lehet látni. És hát...
Lassan egyébként már kell fel a lap, de hát emberek még nincsenek. Jó, mondjuk ezzel annyira nem csodálkozom, hogy hajnali 4-kor nem a parkba jönnek. És ott van, oké. Jó, akkor egy bizonyos időnek el kell tennie közben, és megvan a második rész. Meg ezért ugye kapunk perpontokat is. Következőnél már 7 darabot kell megcsinálni. Illetve 3-szor boldoggá kell válni. Jó, ezt még nem tudom, hogy kéne megcsinálni. Viszont, hát akkor folytassuk vele. És akkor gondolom megint ennyi. Jó, akkor fejj rá. Hát, ha utána újra elérhető. Nem igazán. Kérdezzük meg a napjáról. Ezt már az előzőnek is megtettük. Jó, ott van, oké. Jó, akkor egy pici időnek el kell telnie, meg... Éhes a kutya? Ó, de várjunk. Akkor viszont azt csinálom, hogy azt hiszem lehet neki adni jutalomfalatot. Mindjárt megkeresem. Itt van, gift treat. Most már nem lesz éhes, elvileg. Macskának is adunk, és akkor remélem ő se lesz. Jó, bár lehet, hogy a macskának valami más problémája van. Állj! Embereket akarok. Ott. Jó, mutatkozunk meg be megint. És akkor hát mire ezt a díles cuccot szóval megcsinál? Nem azt! Brighton Day, úgy. Hát ez hosszú idő lesz, mire ez mind megcsinálom. Viszont azt nem tudom, hogy ez alatt a lévő, szóval Become Happy 3 Time. Azt nem tudom, hogy kell még megcsinálni, nem baj. Majd azt is meglátom. Jó, ez már megvan, 3. Itt van még egy. Ó, elérhető valami új. Szerintem az is olyan. Ez is jó tett, megminősül. Aha, ú, de király. Lehet többször is. Ó, hát akkor ezzel megcsináljuk végig. Easy. Még mindig 4-nél tartunk. Nos. Nem, ez nem számított bele. Ó, de kár. Na mindegy. Hát akkor ez nem jött be. Akkor viszont egy sima embert kell keresni, mert ő ugye ezzel a positivity. Micsoda? Challenge-el jött be. Akkor viszont egy másik embert kell ugye keresni. Jó, vele viszont már elérhető. Ne menj el! Miért mentél el satkozni? Annyira nem van a boldogságod. Igazából minden. Iha. Jó, akkor viszont először is kéne neki kaja. Kajálni azt tud, mert ugye van itt grillező. Szóval csináljál egy hotdogot magadnak. Állatok, a macskával van valami, de nem tudom, hogy mi. Hát mosdóra el tud menni. Ja, nem tud elmenni, mert neki külön macskahalom kell. Ja, tényleg. Nem így csinálja. Jó, oké. Akkor viszont. Oké. Akkor viszont itt van. Tessék. Te pedig abból legyél szépen. Nézd, ott van. Ott van. Na, azért. Szuper lézeres. Macskalom. Jó, a kaja már fönt van, a fánt azt annyira szerintem nem kell, viszont lefekszünk aludni. Reggel, a nap kellős közepén, 11 óra van, alszunk a parkban. Egy nagyon jó kis ágyal. Szerintem az a játékban a legjobb ágyal. Tökéletes. Illetve kellene venni neki egy kádat is. Tök jó, hogy ez így ingyenes, így minden. Ilyen kádat akarok. De jól néz ki ez a kád. Jó, ez tökéletes. Tökéletes! Macság? Nem tudom, feltűnt-e ezt az ágyat, enneket szántam. Sőt, akkor először menjen el a fürdeni. És akkor utána pedig alvás. Állatok most jól vannak. Nyomva a macskának ez kellett. Le fogom bontani, nyugi. Le fogom bontani. Nekem se tetszik. Kutya veled, mi van? És a cica? Jó, oké, felőle maradhatnak ott is. Viszont most már le kell feküdni aludni. Nem kell megmosni a kezed. Akkor de. Hát fönn van maximum a higiéniája.
Hát, kettőször már hirtelen boldoggá vált? Jó, értem, szóval, hogy el kell váltani valami másra, és onnan pedig boldognak kell lennie. Szóval, hogyha én most lefekszem aludni, akkor elvileg utána boldog leszek. Mert kipihenni magát. Nézzük csak meg. Most boldog? Igen, és akkor ezt így kell megcsinálni. Jó, jó, jó. Jó, megvan. Ettől egy picikét megijedtem, mert nem tudtam, hogy hogy érti azt, hogy boldog legyen, de akkor így. Oké, akkor ez nem volt olyan nehéz. Viszont már megint megy le mindenre, illetve nem tud jól aludni, mert hát ugye mindenki itt van a parkban. Illetve mikor kell elmenni a dolgozni? Két nap múlva. Ó, tökéletes! Ennél jobb nem is lehetne. Akkor viszont keresünk egy embert. Mondjuk őt. És akkor kicsit beszélünk vele. Igen. Nála nem elérhető. Egyébként lehet, hogy gyereket vélem. Azt nem tudom. De! Elérhető náluk is. Oké, oké. Akkor megnyugodtam. Akkor nincsen probléma. És elvileg most már 5-nél vagyunk. Így van. 5. Nem tudunk még valamit? Akkor beszéljünk vele a videójátékokról. Szerintem az is tetszik neki. Unatkozik. Hát... Sajnos most ez a feladat. Mondjuk szerintem izgalmasabb emberekkel beszélgetni, mint otthon nem tudom mit csinálni, de mindegy, ízlése válogatja. Oh, és most ilyen aktív? Most ilyen sportos kedvében van. Nem elérhető? Pedig jó lenne, mert már csak kettőször kell jót tennünk. Állj! Vele nem. Vele igen. Oké. Akkor ezután már csak egyszer. És nem elérhető. 6. Jó. Még egyszer kéne. Fire up. Állj. Hova mész? Hova mész? Azt én készítettem, de szerintem már nincsen olyan jó állapotban. Jó, mindegy. Akkor... akkor lehet kéne keresni egy másik szemét. Nem! Elérhető! Oké, oké! Futás, és akkor már meg lesz a Tier 3 is. És akkor már csak egy kell, elvileg. És a komedi... ez komedi, ugye? A komedi skill is már fejlődött. 13 jó tetted! Nem 13, 11. 11 jó tetted. Plusz egy barátot kellene szerezni. És esteledik. Hűha! Hűha, hűha. Akkor viszont, lehet, hogy ezt most tényleg vágással fogom megoldani, mert ez nem lesz izgalmas, hogy fölviszem a... még mindig nem tudom, hogy mi a neve? Nem tudom, szóval fölviszem a készségeit, vagy nem tudom mi ez. A macska, ugye? Jó, mindegy. Macska, ne egyél bele a kajába! Oké, és akkor ezeket a... nem tudom, miért megyek bele olyanokba, amiket nem ismerek. Mindegy, lényeg, hogy lefektettem aludni, meg ilyenek. Jó. És akkor hamarosan reggel is lesz. És akkor újra tudunk beszélgetni másokkal. Na, időközben visszatértem, illetve már 6-ot megcsináltam a 11-ből. A parkban egyébként most már rájöttem, hogy eléggé nehéz ezeket csinálni, főleg a Make One New Friend. Ezért úgy fogom csinálni, hogy ide hívok valakit, beívom a házba, bezárom az ajtót, és akkor addig itt marad, ameddig, ezt most nem, ameddig meg nem szerezzék a Make My New Friends-et, illetve ezt a 11 jó tettet. Hát az nagyon-nagyon jó tett lesz, hogy bezárom a házamba, nem baj, jó az. Szóval ide kéne hívni valakit, azt mondja, hogy... át kéne hívni valakit. Hogy is kell? Na várjunk. Mindjárt meg lesz. Valahol itt kellett, ez biztos. Itt lehet csetelni, ugye? Kivel vagyunk jóban? Legyen mondjuk ő. Lehet vele csetelni, ugye? De azt akarom, hogy áthívjuk. Ja, itt van. Oké, oké. Csak lejjebb volt egy kicsit.
Na vajon átjön? Remélem, hogy átjön. Vele vagyok egyébként most a legjobban. Szóval ezért őt hívom át. Remélem átjön. Na. Közben ezt kidobom további pénzért. Kíváncsi vagyok a válaszára. Jó, jön. És akkor most be kéne hívni. Jó, be kéne hívni. Beszélgetni kéne vele. Remélem most bemegy magától is a házba. Jó, akkor beszélgetek vele még egy kicsit. És remélem bemegy a házba. Jó lenne? Megkérdezzük a napjáról. Milyen volt a napja? Jó, benn van. Állj. Hát te innen már ki nem jössz. Ezt nem kéne eladni, viszont át kéne tenni valahova. Jó, addig eladom. Oké, ez megvan. Az állatok egyébként ki tudnak menni, ő most már nem. És akkor ő itt addig itt marad, ameddig nem vagyunk jóban, nem leszünk jóban és barátok. Nagyon-nagyon hatékony módszer lesz. Nem mész el. És akkor most beszélgetünk vele szépen. Addig, ameddig készen nem lesz ez, és ez már egyébként az utolsó tier. Szóval, hogyha szerzek egy barátot, illetve ezt megcsinálom, akkor már készen is vagyunk. Nem, beszélgessél inkább velem. Hidd el, sokkal jobb lesz. Hamarabb túl leszel rajta. Jó, akkor viszont... már 5-ös szinten van a video gaming skill. Az király. Akkor viszont mesélni kéne neki vicces sztorit. A funny. És itt. Úgy. Márpedig meghallgatod azt a vicces történetet. Nem. Nem küldjük el. Hanem mesélünk még neki vicces történetet. 8. Ez már nem tetszett neki, de 9 azért. Jó, oké. Bár mondjuk először barátok kellene lennünk. Jó, oké, akkor visszaszívom. Már csak 2-ször kéne jó tettet végrehajtani, és akkor már meg is lenne. Ez az. Nagyon közel vagyunk. Hát oké, hogy el akarsz menni, csak hát ez nem olyan egyszerű. Ugye kiírta, hogy most megy. Hát nem mész te sehova. Csak szeretnél. Nem, amúgy hamar végzünk, hogyha végre beadnád a derekadat, és... beszélhetnék neked még vicces történetekről. Már csak 2-ször. Egy pipa, és már csak barátnak kéne lenni. Nem, itt nem tudsz kivenni. Értsd meg, hogy itt nem. Nem lehet már valahol megkérni, hogy legyünk barátok? Ugyanak még följebb kéne mennie? Hát jó, csinálhatjuk felőlem. Nekem van bőven időm. Na és akkor most egy vicces történetet mesélünk neki, és azzal szerintem már ez meg is van. Igen, azzal már meg lenne, és akkor már csak egy barátot kellene szerezni. Jó, ez kész. Oké, akkor lefekszünk aludni, aztán majd... ha kipihentük magunkat, akkor megszerezzük a barátot. Jól el vagy? Nem lehet még megkérni, hogy barátot legyenek? Nem igazán. Kutya, te ott mit? Ez komoly? Oké. Na, gyere már. Kérdezz meg a napjáról. Megint bebuggolt? Ne! Nem akarom újra indítani a Sims-et. Pedig lehet, hogy az lesz belőle. Nem, oké. Hú, egy pillanatra megijedtem. Na, gyerünk. Úgyhogy te pedig nem tudom, hogy ez nagyon finom. Na, gyere ide. Mi van? Miért nem megy? Ezt nem értem. Na jó, ebből újraindítás lesz. Na, újraindítottam a Sims-et, szóval most már elvileg jónak kell lennie. Igen, most megcsinálja a parancsaimat. Már az előző részben is mennyit szívtunk azzal, hogy nem csináltak csak azért se, amit mondtam neki. Nem baj. Jó, egy picikét fölment, és akkor most barátkozzunk meg vele. Azt mondja, hogy valami barátságosat. Jó, mondjuk akkor beszéljünk az állatokról. Úgy.
Nem tudsz elmenni, és már meg! Picit még bír ki! Már mindjárt barátok vagyunk. Jó, ez már nem kell. Beszélgessünk, úgy. Nem tudjuk megkérdezni, hogy nem leszünk-e barátok. Még nem. Sikerült! Sikerült! Készen van a challenge! Ez az! Sikerült! Végre készen vagyunk! Ez az! Megvan! Kivittük mind a négyet, egyébként egyesével kellett volna kivenni az ajándékokat, jó, mondjuk ezt így is meg lehet csinálni. Na jó, most viszont már visszaadom a... vagy visszarakom az ajtót. És ez a kérdés, hogy melyik ajtó volt? Ehe, ez vicces lesz, talán ez. Aha, ez volt szerintem. Aztán, ha nem, akkor most meg ez marad. És akkor most már be tudjuk gyűjteni a jutalmakat. Ja, és négyet is tudunk begyűjteni, mert ugye négyet csináltunk. És elvileg ennyi. Ennyi. Mi ez a search? Ez mi? Ja, hogy keresse, de nem talált. Oké. Okay. És akkor megvannak a jutalmak, elvileg itt vannak. Aha! Azt a de jól néznek ki. Ezek azok? Szerintem nem. Ezek a poszterek azok. Jó, megvannak, megvannak. Ez az. És akkor kivittük, ott lehet látni, hogy négyből négy teljesítettük. Hova vittem azt az ágyat? Ezt nem akartam elvinni. Várj, ez itt volt. Jó, akkor most aludjon egyet. Lezuhanyoztatom a hungert, szóval az éhességét úgymond fölviszem. A fánt is föl kéne még vinni, és dolgozni is hamarosan megy. Nem, most megy. Most megy. Most megy. Ó! És egyébként ez is itt megújult. Tök király. És most már elvileg lehet, hogy előléptetik. Az nagyon jó kis részlezárás lenne. Jó lenne. Hát ki van pipálva, de nem vagyok benne biztos. Egyébként közben ezt a cuccot ezt eladom. Lehet, hogy ír is valamit még. 1000 Simoleont ér! Hoppácska, hoppácska, hoppácska! Már van 5500-unk, ez az. Jó, ezt már kivittük. Ez is megvan. Ez is megvan, ez is megvan. Az is. Úgy. Számlát is be kell fizetni. Na, előléptették? Nem jött be. Nem baj. Nem baj, nem baj. Oké. Okay. Minden esetre, hát akkor ez a rész, ez a positivity, vagy milyen challenge szólt, nem? És akkor a következő részben most már tényleg megépítik az állatorvosi rendelőt, ugyanis van 5500 szimoleonunk, ami nagyon-nagyon király. És hát abból már szerintem azért lehet egy normális rendelőt építeni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Kommentben nagyon-nagyon szívesen fogadom a véleményeteket, hozzászólásaitokat. Én Ádám voltam, sziasztok!